Köszöntök mindenkit, ez itt a One More Game, és az igazi IC Challenge-nek a 36. epizódja. És hölgyeim és uraim, az előző rész, amikor kiléptem a játékból, egy bandita küldetéssel zárult, és ez a bandita küldetés, hölgyeim és uraim, Techproof MI személyiség központot, valamint erőkarmot tartalmaz. Techproof MI személyiség központot. Nekem ez lenne, ami fontos lenne, és gyakorlatilag van itt egy őrhely, egy bandita küldetés, és nekem az MI személyiség pont kell. Ez az, ami fontos lenne, de ez eléggé messze van. Lehet, hogy droppoddal eljutnék ide aránylag gyorsan, hogy szoktunk lenni, így szoktunk lenni. Viszont hazafele már nem tudom, hogy hogyan is csináljam ezeket a dolgokat, hogyan is repüljek. Ugyanis egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy ez a tárgy 150 kilót el tud vinni. Mondom, hogy mi a helyzet. Mondom, hogy mi a helyzet. Ebből csinálok még kettőt. Darabja 150 kiló tárgyat tud elszállítani. És hogyha meg tudnám azt csinálni, hogy a másik kettő darab droppoddal technikailag elküldenék annyi alapanyagot, hogy még kettő darab droppodot el tudjanak készíteni, akkor lehet, hogy onnan haza is tudnánk repülni. Viszont ez eléggé rizikós, hölgyeim és uraim, még sosem csináltam ilyet, elméletben már végigfutottam ezen az egész úton, és valószínűleg ez benne van a zónába, tehát elő kellene állítanom 75 kémiai üzemanyagot darabonként, ugye szállító kapszulánként, vagy vennem kellene, ami egy abszolút opcionális dolog, és hogyha meg tudom szerezni az MI személyiség központot erre az eszüstre, már nekem nincsen úgy igazán szükségem. Nincs úgy igazán szükségem. Amire viszont szükségem van, az rengeteg fejlett alkatrész. 3 darab van nekem, és fejlett alkatrészből még kell egy jó párat készítenünk, hogy az űrhajó készen legyen. Nagyon sok mindent összeszedhetnénk innen a térségből, viszont december 9-e van, és még mindig eléggé határozottan hideg van odakint, amit ugye érzékeltünk az előző részekbe, és van itt egy jó adag salak, amit el tudok majd szállítani, azért, hogy Omega tudjon vasat kinyerni így a történetből. Van itt valahol még, itt van Kender levél 186, ami valószínűleg itt fog elrohadni, vagy pedig megkockáztatok esetleg egy ilyen délutáni órákban, még a mai nap folyamán esetleg egy karavánt szerrával, aki a leggyorsabb karakterem most így aktuálisan. A kutatást azt leállítottam, és azt szeretném, hogy dok takarítással, illetve a tárgyak elpakolásával foglalkozzon. Már megint tele van a bázisunk, ugye a támadást, amit kaptunk előző részben, azt abszolút jól tudtuk menedzselni. Néhány ember van, akit nem vetkeztettünk le, és még mindig itt vannak ezek a silány ruhadarabok, amik amúgy jók lennének. Még csak néhány ezüstér, de akkor is. 2 vagy 3 ember van, akit nem tudtunk összeszedni, van egy normál nehéz géppisztoly, ez is abszolút jó állapotban. Úgyhogy a mostani részben megpróbálom rendbe rakni magam, és következő részre pedig utána nézek annak, hogy működik-e ez a szállítókapszulát, ellövöm az alapanyaggal, és szállítókapszulával hazalövöm a kolóniának a tagjait. Valószínűleg Omega és Serra fog menni, annak érdekében, hogy mindenféleképpen 2 ember legyen. Dog egy picit labilis azért, mert ő hogyha nem kutat, akkor összeomlás veszély szélére kerül, és nem nagyon akarom kitenni ennek a stressznek, és valakinek azért csak itthon kell maradni a tyúkokkal, hogy a saját kis kertészkedő tulajdonságait, ami egyébként 4-es, Omegának viszont 3-as. 4-es kertészkedő tudásával ezeket a rizseket összeszedje, és hogy életben tartsa a húst biztosító állatainkat. Fegyverkereskedő elhagyta a tartományt, ami úgy nem is igazán kell, úgyhogy megpróbálunk még a mai nap folyamán abszolút produktívak lenni. Serra főzéssel fogja eltölteni még ezen kívül 4 finom étel elkészítésével az idejét, Omega pedig azt a maradék fémsalakot beolvassa. És jól lenne elkezdenünk, azaz folytatunk a gyártói asztalnál a munkát, és a lehető leghatékonyabbak lenni. Én a kutyabőr karosszéket át fogom telepíteni ide. Annak érdekében, hogyha Serra leül dolgozni, akkor legalább kényelme legyen, és a hangulata az ne zuhanjon le a francba, mert ez eléggé nagy probléma szokott lenni, hogy még kényelmetlen is a munkaasztal mellett, ezzel tudjátok kicsit húzni a karakternek a hangulatát, hogy ne legyen összeomlás veszély. A salak ez még zónában van, Omega valószínűleg érte is megy, nem, megy aludni, úgyhogy mindenki nyugovóra tér. A mostani részhez pedig mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Hölgyeim és uraim, éppen ezt a maradék kenderlevelet próbálom Serrával bevinni, és egy vándor csatlakozott hozzánk, valamit kaptunk, egy 4601 védőenergia felszabadult egy robbanás formájában,
fantasztikus, nagyon boldogok vagyunk, szerencsére van energia, amit még most így termelünk, és fel tudjuk tölteni valamilyen szinten az elemeinket, és amúgy is 20 óra van, tehát az akum, a kvarclámpánk leállt, de hát jó lenne melegen tartani itt az egész kolóniát. Lekapcsoljuk ezt a kemencét, és szerintem lekapcsoljuk ezt a tűzhelyet! Ezt a tűzhelyet. Elhagyjuk a tűzet, ami nem nagy probléma. Szerával összeszedjük a kendellevelet, és Rothagát megnézzük, hogy valójában mit is tartalmaz, és hogyan tehető hasznossá ez a karakter. Ez itt a nagyon nagy kérdés, de szerintem sehogy. Abszolút útban nem esik dolog, amit össze kellene szedni. És nézzük, hogy mi is műfüle van, valamint ennyi kihűlése az várható volt. Mínusz 137 fokba, ez természetesen természetes. És lássuk a karaktert. Oszta ocsmány! Rothaga elképesztően ronda. Az arca egy tehetségtelen gyerek rajzának, egy formaldehidben ázó magzatnak és egy modern műtárgyak a keveréke. Mindig megbotránkozok ezen a mondaton, ez annyira gyönyörűen undorító, hogy az valami hihetetlen. Beszélgető partnerei alig tudnak ránézni, hát természetesen van az a papír zacskó, ami használható, vagy az a símaszk. Erőszakra képtelen, ezzel a fejjel szerintem nincs is szüksége rá, mert csak ránéz az ellenfélre és azt mondja a másik, hogy és már is leave. Viszont nagyon-nagyon jó tulajdonságai vannak, kézművességben tehetséges, földművelésben szintén, és szociálisan is abszolút az egyik legkiemelkedőbb karakter. Szociális képességre nincsen szükségünk, ha ez hamarabb jön, Omegára simán lecserélem. Dog az jött, mert kutatni kellett, de Omegára így. Függetlenül, hogy nem tud harcolni. Persze most már vagány vagyok így a hanyadik, negyedik év végén, így már abszolút vagánykorok 278 nap után, de lássuk a holmia, az micsoda, finom étel, valamint ezüsttel fog minket megajándékozni, szörnyű silány ruházata, azért nem fog túlságosan sok pénzt kapni, valószínűleg a kolónia előtt fog valahol összeesni, és megy automatikusan, hogy felvegyen valami hasznosabb ruhát. Itt van még egy forgópisztoly, ami jó 90%, és amfetamin 5 darab, ami szintén jó. Forgópisztolynak a súlya az 1,4 kg, az amfetaminnak pedig a súlya az... nem sok, alapvetően nem sok. Úgyhogy felveszik ezeket a dolgokat, amik itt vannak. Dog és Omega küzd, mint a brit oroszlán a tűz eloltásáért, és úgy látom, hogy annyira nem sikerült. És tönkrement egy szélturbin... How dare you? Energia. És természetesen ennek a szélturbinának így kell valahogy állnia. Azt mondja, hogy igen, ez így nekünk tökéletes lesz. És vezetékkel fogjuk így kiegészíteni. Jöjjön ide a dupla, az teljes mértékben jó lesz. Dog, légy szíves, azt, aztán azt, Omega, azt is osd el, mert az alkatrész is ég. Na, szerra, multitasking forever! Holmi, a 30 kg környékén szeretném majd karavánra rakjuk azt a fém salagdarabot, ezt is 28 karavánra, és ezt is karavánra rakjuk, és ezt is karavánra rakjuk, és utána pedig megyünk szépen vissza, mert ott járunk, hogy 33,29, szerintem pontosan számoknál vagyunk, a megfelelő számoknál vagyunk. Ez az ezüst és finom étel, ez mondhatni abszolút jól jött. Teljesen jól jött. Rothaga! Lehet, hogy eljutunk a kolóniáig. Á, nem, 20%. 20%. A lehető legközelebb szeretnék kerülni. És Serrával pedig valamit úgy emlékszem, hogy cipelnem kellett volna. De itt csak hullákat látok. Talán ezt a gatyát. Szövet nadrág, silány póló. Hát azt vegyük fel, így karaván visszavonása, és Serra most pedig szépen haza fog menni, miután kivesszük kombatból, és őt pedig megnézzük, hogy mikor éri el a 36%-ot. Hát még megyünk egy kicsit, oké, okay, és most kezdünk el vetkezni. Vetkezz, shift-click, 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 shift-click. Oké, okay. Jó, szaladj aranyom. Ha megkérhetlek ide, az lesz ott a jó hely. Oké, okay, srácok, visszakapcsoljuk ezeket is. Rothaga földre esett, és hamarosan pedig el is földelhetjük nyomorultat. Erről is van szó. A sírt azt elkészítjük neki. Dog, ő építkezésre alkalmas teljes mértékben. Elmenjünk, kiássuk. Hajajaj! Most kezdődött el a probléma, hölgyeim és uraim, mert elfogyott az energia.
Okay, jobbkor nem is ijetett volna ez a zöt. Kajám az van, nem fogok éhen halni. A csirkéimre vigyázhatok, és valószínűleg azt a folyamatot fogom követni, hogy tüzet fogok gyújtani itt ebbe a területbe, ebbe az egyetlen kis szobába, mert fixen körbezárt kicsi helyiségem aktuálisan nincs. Ugye beszéltem előző részekben, szeretném dupla fallal ellátni majd ezt a zónát, és itt pedig egy ilyen kis füllel kiegészíteni ezt a területet, de hát, mint ahogy látjátok, nem történt meg. Úgyhogy próbáljunk most életben maradni, és reménykedünk benne, hogy a szélerő művek beindulnak. Az abszolút, abszolút jó lenne. És talán mégsem. Talán mégsem megyünk ki. Talán Omega sem fog ilyen dolga foglalkozni. Talán Sarah sem a kipakolást fogja elsődlegesen választani, hanem menjünk beljebb. Próbáljuk a lehető legügyesebben menedzselni a történetet. Minusz 28 fok van. Influenzás lett a tyúkom. Hát azért minusz 18 fokban abszolút meg tudom érteni ezt a történetet. Azt mondja, hogy hőmérséklettel kapcsolatban tábor, tűz, 1-2, Omegának megmondom, hogy ezt készítse el, ő van azt hiszem második legközelebb, talán Sarah közelebb van. És a tyúkoknak is kell egy biztonsági zóna. Körzetek, és megadjuk nekik a csikke zónát, itt lesz a csikke zóna, és a csikke zónát, ezt a T alakot én eltakarítom a francba. És jó lenne amúgy, hogyha felkelnének, mert ez egyébként az állatokkal kapcsolatban az egyik legkegyetlenebb dolog, amikor ez a hideg hullám az állatok alvása közben jön elő. És amúgy megmenteni majd meg tudom, közelharcban is meg tudom támadni, de miért támadnám meg közelharcban, jön az aktuálisan jogos kérdés. Sarah, csinálta. Jó. Nekünk most itt be kell vackolnunk magunkat, minusz 32, minusz 23. Azért nem ezt a helyiséget választom, hölgyeim és uraim, mert sokkal... A gyapot elfagyott. Hát mindjárt gondoltam, valamint ez a rizs is elfagy, de van 141 rizsem, tehát annyira nem lesz ez problémás. Azért fagynak el a dolgok, mert nincs energia is. Na, 274. Okay, lehet, hogy mégsem kell. Lehet, hogy mégsem kell. Gyerünk, támadj fel. 397. 479. Oké. Okay. Jó, rendben. Elfogyott az összes zöldségünk, de stabilizálódtunk. És mi más fűszerezhetné meg jobban így a mai napunkat, mint például egy rajtaütés mínusz kinti 133 fokban. És lássuk, őslakosok, the green squirrel. A zöldleire érkeztek a közelbe, azonnal támadnak. Gyertek! 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 Hanyan vagytok? Kettessével gyertek, mert megy a buszom. Ezt a kutya felját. Igen, róluk jut eszembe, hogy egyébként a különböző fegyvereknek a beolvasztásával is foglalkoznom kellene. Ugyanis vannak itt normál minőségű pisztolyok, vannak itt kések, vannak itt automata pisztolyok, szörnyűek. Silány forgópisztolyának mennyi az értéke? Azt mondja 101, automata pisztolyna pedig 104. Hát, nem tudom. Szörnyű automata pisztolyna pedig 64. Úgy emlékszem, hogy ezekért nem kaptam 10 ezüstöt. Tehát ennyire fel a játék. Alapvetően a nehézségi szint függ, a nehézségi szint az befolyásolja azt, hogy így mennyi pénzt adnak neked a kereskedők? Tehát én sose értem el a 100%-át. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Na de az nőstakosokra visszatérve, mert úgy látom, hogy ezek nagyon hódítani akarnak, rák van köztük, lila, rabba, tigris, val, cápa, csomgó, emberszabású majom. Emberszabású majom, aki harcos. Te ki vagy? Hát harcos, jó, oké, okay. Közelharcos. De nyilván nálam, logika, oké. Rendben van. Na, embert már nem fogunk toborozni. 16-an vannak, ami azt jelenti, hogy 8 embernek kell megfogni egy talajt. Maga tehetetlenül. És amúgy elég sokféle fegyverük van. Ikava elég sok van náluk. Ugye ez az. Ikva, igen. A cél ikva. Fa fegyver is van, úgy látom, hogy ez fa. Igen, ezt el tudjuk tüzelni. Nyilak vannak még, amik esetleg kellhetnek a fegyverkereskedőnek. Bár lehet, hogy nem fogom megtartani ezeket, az ikvákat biztos, hogy be fogom olvasztani, a kést is, meg majd meglátjuk. Na, amit szoktunk ilyenkor, hölgyeim és uraim, megnézzük, hogy melyik szerencsés nyertesnek van a legnagyobb hő hideg elleni védelme, mínusz 49 volt itt valahol, tehát talán 48, mínusz 48-a sereg vezetője, 49, mínusz 49, jó,
jöttek ezek támadni, csak nem pont a mínusz 133 fokra célozták meg. Gyertek! Ó, itt van még acél, ezt fel tudjuk használni majd esetlegesen droppodokhoz. És amúgy a nagy kérdés az, hogy mit és hogyan csináljunk. Gondolkoztam egy kicsit ezen a droppodon, és elmondom, hogy mire gondoltam. Amennyiben idegen területen, itt, idegen területen a háromszoros hideg hullám nem érvényesül, hanem csak a természetes hideg. Nincs leírás. Kicsi őrzött telep. Nézzük ezt szomszédos mezőt. Terep. Mínusz 51, mínusz 79 fok, max mínusz 24 fok. Mínusz 79 az tökéletes, mert a leghidegebb az évszak, az év leghidegebb napján is annyi a hőmérséklet, ami kellemetlen, de nem fagyunk meg. Nem kezdünk el kihűlni. Amennyiben itt nem minős, nem érvényesül a háromszoros hideg hullám, akkor problémamentesen egy karavánnal hazajöhetünk. Kapis, ez tiszta sor. De, ha én elrepülök ezekhez, ide erre a pontra, és küldök fát, és mondjuk vasat, vagy bármilyen kőzetet, amiből csinálok egy ilyen 2x2-es kis szobát, kettő tűzhelyjel, megcsinálom a szobát, gyorsan, mondjuk fából, bemegyek, meggyújtom a tüzet, elkezd felmelegedni a 2x2-es kis luk, és megvárom, amíg az ember megfagy. Három, bocsánat, mert ugye, hogyha kettő marad, akkor menekülnek. És megfogom a személyiségközpontot és hazaviszem, mivel itt nem mechanoidok vannak, hanem öt darab ellenség. De azt nem írja, hogy nem mechanoid. Mindegy. Ezt a leginkább akkor tudjuk meg, hogyha elkészítem még mondjuk a maradék kettő droppodot, és belepakolok annyi alapanyagot, amennyi a droppod elkészítéséhez kell. És ilyenkor az a cumi, hogyha valaki nem tudja elsőnek felépíteni a droppodot, mert az problémát jelenthet erősen, de erősen. Megfagy a többi ember, mondjuk ebbe a mínusz 60 fokba, tegyük fel, esetleg megfagy, vagy lelőjük őket, ez inkább, mert szerre azért egészen jó lövész, majd haza ugrunk a droppoddal. Tehát mindenféleképpen az lenne a jó, hogyha droppoddal tudnánk hazaugrálni, az lenne a legszuperebb. És hogyha itt is érvényesül a háromszoros hideg hullám, a kis kaibába életben maradunk, ha nem érvényesül, és mínusz mondjuk 60 fok van, itt, ezen a területen, akkor nincs miről beszélni. Akkor simán haza tudunk sétálni. De nem tudom. Nem tudom, hogy a játék, vagy csak ez a zóna van háromszoros hideg hullámra állítva, mert elméletileg itt ebbe a zónába, itt is mínusz 55, maximum mínusz 83 fok, és minimum mínusz 83 fok, és maximum mínusz 28 van beállítva, de azért láttunk dolgokat, hölgyeim és uraim, így a háromszoros hideg hullámnál. Szóval, támadás, oké. Jönnek támadni, mert úgy gondolták, hogy ez egy bölcs gondolat. Én abszolút aláírom ezt a történetet. Használjuk a mesterlövészpuskát, használjuk ezt a páncélt, és kíváncsi vagyok, hogy milyen technikát fognak alkalmazni erre külön. Nem emelte ki a játék, hogy vigyázz, mert különösen rafinált stratégiát fognak alkalmazni. Nem alkalmaznak. Az a stratégiájuk, hogy így hibernálják magukat. Srácok, elég kumiszt ittunk, menjünk, támadjuk meg valakit. Itt biztos rengeteg kincs van. Itt aztán innen nem jött ki senki. Biztos, hogy itt van a testvéreknek is a cucca, nem? De barátom, itt van. Dog, te mit? Nem szeretem ezt a zónát, ezt itt hagytam véletlenül. Fémsalak darabot cipel, ugye ide így csináltam egy ilyen fémsalak telepet, és kezdtem áthelyezni az akkumulátor sarkamat. Akkumulátor sarok, akkumulátor szobámat, és itt pedig megcsinálom majd azt az akkumulátor falat, ami az űrhajó töltéséhez kell. Vagy ez fog a kolóniáért felelni, és ez lesz az űrhajó töltéséért. Mert ugye 10.000 energiát bele kell pumpálnom, ami azt jelenti, hogy... Tizenhét akkumulátort, hogyha leszivattyúzok így egyből, talán. De abszolút talán. Szia! Éppen akkumulátort visz, azt hagyom, hogy elvigye. És megnézzük, hogy kit kell majd leszedni. Ugye ilyenkor az a stratégián, hölgyeim és uraim, hogy a csapatomat toborzom. Tehát menjünk mindenféleképpen melegbe. Igen, azt ragd le oda, aranyom. Oké, jöjjünk ide. És nagyon a falam felé tartanak. Lássuk, van-e már valaki, aki úgy gondolja, hogy szeretné megölelni a jégpáncélt?
Nagyon a falam felé tartanak, ami eléggé kellemetlen szituáció, és itt is van egy rák, aki azt mondja, hogy hátulról támad, mert ő abszolút jelest kapott logikából. Ó, hát mit csinálsz, barátom? Elkezdte leütögetni. Lássuk, erős kihűlése van, 41%. Annyira nincs mitől félnem, hogy dupla fal van, ezt is jó lenne dupla fallal körbevenni, bár mondjuk a gránátot nem tudom kibekkelni. Tehát azzal muszáj szembenéznem. Olga, te vagy a leggyorsabb lábú. 43. Azért hoztam ide a csapatot, hogyha elkezdenek összezuhanni ezek a szerencsétlenek, akkor összetudjam őket szedni a lehető leggyorsabban. 2%-ot üt. 3%. Aha. Mi? A vezetéket verte szét? A vezetéket verte szét ez a nyomorult! Ooooooy! Emmez! Jó, a játék se hülye. Harmadik fal is érkezni fog. A többiek pedig szépen jönnek ide közel, mert azt mondták, hogy ők szeretnének itt így közel lenni hozzánk. Jó. Rajtra készek lesz... Ne. Így. Oké. Okay. Lássuk. Oké, okay, meg vagyunk. Kész. Szedhetjük össze azt, amit kell. Egy ember fog elindulni lefele, és rák merre menekül. Északra szerintem rákot fogom hagyni így utoljára. Serra, te fogsz menni narancsért, és őt vetkőztesd le. A cuccaikért kaphatok plusz pénzt, helyem nagyon nincs már, hogy lepakoljam, de majd szerintem kitöltöm itt ezeket a kis réseket, amik itt megmaradtak. Kicsi lett a raktár, nem jön kereskedő. Szóljatok neki, hogy jöjjön, mert nagyon-nagyon szükségem lenne rá. Nagyon-nagyon. Oké. Okay. Omega, te leszel az, aki kísér. Dog, te leszel az, aki levetkőzteted ezt a csapatot, és Szerával visszafele fogunk indulni. Sőt, igen, mert ez az ember volt az első összeeső. Akkor vetkőztesd le őt, őt is, és ennyi. Jó, ezek aranyosak voltak, mert összeestek itt a kolóniának a bejáratánál, mert azt mondták, hogy hát mi azért csak nem vagyunk olyan primitívek, hogy elmenjünk a francba, nem? De nem vagytok annyira primitívek. Jó, akkor itt szépen levetkőztetünk mindent, hölgyeim és uraim. Tigris, őt is vetkőztesd le. Igen, és jó, itt meg is volnánk. Itt meg vagyunk, őket is. Igen, és szerintem készen... Ó, nem! Szegény narancs meghalt. Narancs, én szaladtam érted. Én úgy rohantam, mint még soha. Mechanoidoknak nem futottam így még egyszer sem neki. Na, hölgyeim és uraim, kaptunk egy újabb nagyon izgalmas támadást. Egyetlen... Hát, egy fal darabot sebeztek meg, és egy kábelt vertek szét. Bravo! Nagyon szép volt, büszke vagyok rájuk. De tényleg, komolyan. Hogyha begyűjtjük a cuccot, és telepakoljuk újra lommal a kolóniánkat. És egy újabb rajtaütés, hölgyeim és uraim, mert ma még természetesen nem kaptunk eleget, és lássuk, hogy kiről van szó. Kalózok, Unrest Party érkezett szállító kapszulán, a kapszula szanaszét landolnak mindenfelé, azonnal támadnak, vigyázz, szokatlanul okos taktikával dolgoznak. A szállító kapszula az jobb. Az jobb, mint amit az előbb láttunk. Sokkal, de sokkal jobb. Sokkal jobb stratégia. Ez szokatlanul okos taktikával dolgoznak. Ki fogják ütni a falat? Doktor... Ó, ide is jön egy! Oda is. Ezekből a pici árnyékokból látjuk, hölgyeim és uraim, hogy a szállító kapszula hova érkezik. Hogyha nem ilyen területen vagyunk, ahol vagyunk, akkor nagyon nehéz kiszűrni, hogy valójában hol fognak landolni ezek a szállító kapszulák. De itt ezen a területen simán. Simán összeszedjük. Ott van még kettő, tehát akkor 1, 2, 3, 4. Ide nem. Azt mondja, hogy... 5, 6. 7. Vagy talán az inkább víz. Talán 7. Oké, okay, Dog, te a lehető leggyorsabban fogod magad, aztán behúzol a francba, és Omega felveszi a fegyverét, és felveszi ezt a páncélt, Sarah pedig szintén felveszi a mesterlövészt, és a páncélját. Nagyon-nagyon-nagyon gyorsan. Oké, okay, az első ember meg is érkezett, remélem, hogy nem fog minket bántani, vagy mellénk lő, vagy lesz valami, ami nem lesz kellemetlen. De Dog, hogy gyakorlatilag itt el...
elmászkált, ez eléggé veszélyezteti az életben maradást. És nem vagyunk felfegyverkezve, de szerencsére energiánk az ugye van, ugye nem rontottam el semmit. Energiánk elméletileg van, igen, itt jön. Itt jön. Ami még plusz hölgyeim és soraim, raktam ide ezeket a kapcsolókat, hogyha kapunk egy zöt, akkor remélem, hogy nem fogja leszipkázni az áramkészletünket. Kitapasztaljuk, hogy az így jó lesz-e. Na, egy picikét marad még benne abba a szállító kapszulába, annak én nagyon-nagyon örülnék, vagy hogyha kijössz, akkor ne gyere ki gyorsan, és Molotov koktél! Játszunk Molotov koktél dobálóst? Áj, de gyűlölöm őket. Oké, na lássuk, elméletileg mindenki kibújt a zsákból. Ők eléggé messze vannak, lássuk milyen fegyverzetük van. Azt mondja, nehéz géppisztoly, vadász, puska, normál. Oké. Egy Molotov koktélos van. Ami annyira nem biztos, hogy probléma. Főleg így, hogy nincsen támogatása, gépkarabé. Ray Wolfen. Szeretem ezt a karakternevet, ilyen karakterem már volt. Pisztoly. Oké. És Jam, gépkarabé. Na igen, ettől a gépkarabétól el kell tűnnünk a francba, el kell mennünk. Úgyhogy remélem, hogy zónán kívül vagyunk, igen. Gyorsan bemegyünk, és szerra, te pedig tüzet oltasz, mert az a saját körzetembe tartozik. Nem tartozik, de harckészültségben kell állnunk annak érdekében, hogy megvédjük magunkat. És lehet, hogy jó lenne egy jó vadászpuskára cserélni azt a Molotov koktélt. Abszolút látok rációt, hogy ezt a Molotov koktélt használjuk. Viszont, ugye a gépnek van egy stratégiája, amit eltervez. Támadás indul, érkezés, stratégia, és hogyha ezt az egész folyamatot valahogy megbontod, mint például most, ahogy Rina gyakorlatilag megtámadta Dogot, lehet, hogy Dogra fog rá... oda menjünk. Maradjunk látótávolságban. Mert lehet, hogy azt mondja Rina, hogy Dogot akarom megtámadni a Molotov koktéllal, és bejön a csapdámba. Jam az pont jó irányba megy. Azért is gondolom ezt, mert itt van ez az ajtó, ez simán le lehetne dobálni Molotovval. Vagy le lehetne ütögetni, vagy bármit is lehetne csinálni. De Rina azt mondta, hogy elindul ebbe az irányba, és itt a bejáraton van ebbe az irányba. És Jennifer, erős összeomlás veszélye van Dognak, én Sarah-val fogok kijönni, valamint Omegával. Doggal pedig be fogok menni, de egy kolonistának kint kell lenni, hogy Csalinak tudjam használni. Lehet, hogy Jam be fog ide kopogtatni, nem tartom kizártnak, és északról sem tartom kizártnak, hogy ez a kettő nyomorult, nem tudom mikor fognak ide érni, elkezdje szétszedni a falamat. Ludell a kuruzsló, lássuk, hogy milyen ruházataik vannak, mínusz 53 fok, mínusz 45 fok, mínusz 53 fok, mínusz 61 fok, mínusz 48, mínusz 55, mínusz 53. Jó, összegyűlt a csapat, és a kérdés az, hogy mi az az eszméletlenül durva stratégia, amivel megpróbálnak minket megajándékozni. Mit csinálsz, barátom? Cipeli a rist. Oké. Jam ide nézett, hát itt nincsen semmi. Jó. Azt mondja, hogy korlátozások. Lakóként. Munkaterület. A munkaterületet ugye ki kell egészítenünk, hölgyeim és uraim, mert a raktárakkal is kiegészült. Tehát azt én most gyorsan meg is csinálom. És azért nem egészítettem ki eddig, mert nem használtam. Ennyire egyszerű a történet. Nem használtam, nem volt fontos, de most már a munkaterületet azt ki fogom egészíteni. És az ajtó kivételével. Az ajtó kivételével. Így. Na lássuk. Rina a fő kérdés, hogy mit fog csinálni. A megfogyáson kívül. Mint ahogy látjátok, elégettem itt a hullákat. Ray Wolfen. Hibátlan. Oké. It's turret time! Na lássuk. Ennek itt egészen nagy. Jó. Ray Wolfen be fog ide jönni, be fog jönni a csapdám, be fog ide csusszanni a csapdámba. És bekapcsolás. Ajajaj, ott a fejlövés lepattant a sisakról. És a tornyokat támadják. Ami nem annyira nagy probléma. Ray Wolfen elesett. De nem halt még meg. A tornyokat támadják, Rina itt van, szerencsétlen Irvin meghalt. Rina, gyerünk. Dobd el azt, ami a kezedben van.
Dobd el, ami... Úgy is van. Úgy is van. Duffy. Oké, ő is meghalt, és talán még egyet kell leszednem, hogy elkezdjenek menekülni. Egy Jennifert. Ott is van, és elkezdtek menekülni. Nagyszerű. Levetkőztetjük. Omegával pedig... nem, Omegával fogjuk levetkőztetni. És Sarahval pedig kijövünk ide. És Jennifert is le lehet. Jó, oké, elég lesz. Mindenki szépen alapállásba rakja az arcát. Levetkőztetjük, és Ray-ból fent is levetkőztetjük. Ez a fajta támadás már sokkal-sokkal kedvezőbb. És itt az északiak pedig... Barry! Úgy látom, hogy Lurel, Barry. Minusz 123. Az elég fájdalmas. Szerencsétlen fal, 5%-ot vesztett. Szerre csak ne öld meg, lőd el a lábát. Vagy ne találd el, mindegy. Na? Semmi, oké. Nem. Elindulunk ebbe az irányba, Barry irányába. És Omegát pedig megmondjuk, hogy jöjjön ide. A lehető leggyorsabban. Barryt szeretnénk levetkeztetni mindenféleképpen, mert azt hiszem, hogy már fagyáshegek keletkeztek rajta. Ott van fagyás. Erős összeomlás veszély Omegánál. Hát nem csodálom, fázik szerencsétlen. 12-es. Lehet, hogy közelebb jövünk ide, és Mámot megpróbáljuk lelőni. Neki is erős, igen erős fagyás veszély. Itt az a probléma, hogy Omega egy lövésből megöli. Nem, ez a veszély nem áll fent. Oké. Mám! Sera. Oké. Vetkőztesd le Barryt. Maffia főnök ráadásul. Ő egy maffia főnök. Ja, oké, csak a felnőtt kora. Csak a felnőtt kora lett maffia főnök. Hát, biztos voltak nagyobb bulik. Sikeresebb bulik, haver. Ha ne haragudjál. De te sajnos nem fogsz egyről a kettőre jutni. Éhesek is vagyunk. Rálevünk még egyszer Memre. Nem talált. Megint nem talált. Utolsó. Oké. Vetkőztessük le. Kihűlésünk. Az még mindig ennyi. 17%, ami szerintem annyira nem probléma. Viszont... Ludell. Ő is. Hanyat vágta magát. Levetkeztetjük. És levetkeztetjük, és utána hazamegyünk, mert eléggé hűvös van. 13%-osak vagyunk. Teljesen jó. 17, oké. És Sarah-va talán, talán formálni fogunk egy karavánt. Jó, vetkőztesd le. Nagyszerű, és vetkőztesd le. Oké, hölgyeim és uraim, a mostani támadást is sikeresen kezeltük. Rengeteg ruhánk van, küldjetek egy vegyes kereskedőt, könyörögjetek Rendinek, hogy küldjön egy vegyes kereskedőt, mert most már el kell égetnem a ruhákat. Nézzétek meg, olyan vagyok, mint egy átkozott kínai üzlet. Mindenhol csak ruhák vannak, jó, meg van néhány apróság, de... Hú, rengeteg cucc. És ami a legértékesebb ezekben az emberekben természetesen a repesz mellény. És repesz nadrág, repesz mellény, kettő repesz mellény. Azt mondja, hogy három repesz mellény. Itt nem volt. És itt repesz mellény, repesz nadrág. Oké, ez pénz. És ennyi. Hát sajnálatos módon van egy darab, kettő darab halottunk, aki teljes mértékben megfogta a padlót, de eléggé ügyesen... Jaj, szere csak állott, mi? Akkor világ. Karaván alakítása, Sarah útvonal kiválasztása, elfogadás, jóváhagyás. Oké, Sarah, kérlek, rakott karavánra, és 112 ezüst. Wow. Na, kíváncsi vagyok, hogy el tudjuk-e pakolni a cuccot. 29 kg van nálunk. És még ezt elpakoljuk karavánra. Omega eközben éppen sétálna az idegösszeomlás szélén Jemhez, akit le is vetkőztetett, úgyhogy visszaindulunk a kolóniába. Sarah pedig szépen felkapja még azt az utolsó pisztolyt, kiveszem kombatból, és ezt a normál szövet téli kabátot pedig el fogom vele cipeltetni. Egy. Hölgyeim és uraim, egy újabb sikeres támadás. Most ebben a részben kettő is volt, ami abszolút meglepő. De április 4-e van, eléggé sokat játszottam ilyen
a mostani rész alkalmával. Ami jó, mert legalább a játék hagyott, hogy kicsit stabilizálódjak. Mi az, ami előrelépés volt a mostani részben? 70 darab kémiai üzemanyag, ezt meg kell szoroznunk kettővel, ugyanis 70 darab üzemanyag itt a szállító kapszulába bőven elég, hogy itt a világon eljussunk eddig az őrhelyig. Amit kértem, azt írjátok le, srácok, lányok, hogyha van személyes tapasztalatotok, két variáció van, vagy kabint építek magamnak és megvárom, míg megfagynak, vagy nem kell kabint építeni, és akár haza is jöhetek. De mindenféleképpen célszerű először elküldeni a kolonistáimat, és azt követően elküldeni a segélycsomagot, mert most már negatív 100 fok környékén lesz a hőmérséklet. És a ruhája Omegának az 94 fokig jó, Serának pedig 90 fucking 9-ig jó. Karaván pedig visszavonjuk, hogy kipakoljunk. Úgyhogy amint elérjük így az éjszakai 100 fokot vagy 110 fokot, akkor már elkezdhetünk gondolkozni, hogy itt a karabán megformáljuk, és hogyha építkezhetek azon a területen, az pedig még jobb lesz, mert szállítókapszulát újra felépítem, és hazarepülök. Bár mondjuk nem kell hozzá energia, üzemanyag kell hozzá. Úgyhogy abszolút kivitelezhető a dolog. Hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Uno voltam, és mindig találkozunk legközelebb. Szevasztok!